Köszönöm szépen, hogy eljöttél. Mit reggeliztél ma? Ma nekem van egy speciális reggelim, egy reform konyhát eszem, hoznak nekem kaját, és ez ilyen kölesek, meg kásák, meg mindenféle magvak, és abba belevágok szőlőt, sárgarépát, vagy ilyen És dolgokat. mindezt megeszed biovajas kenyérrel. Nem, vajaskenyér nélkül, biovajaskenyeret vacsorára eszek. Na csak én azért kérdeztem csak, hogy otthon reggelizel, vagy a színházban szoktál? Mert ott vagy Otthon éjjel-nappal. reggelizem, mert odafigyelek az étkezésre a legzűrösebb napokban is, mert úgy érzem, hogy az alap. A mozgás és az étkezés, meg az alvás, ezek az alap dolgok, erre figyelni kell. De aztán a színházban is meg van szervezve, ha kell, akkor. Hát pláne egy ilyen pályán, ahol tényleg ott kell lenni mindig, és nem csak nappal, és nem csak éjjel, hanem szinte éjjel-nappal. Ez így van, és azt hiszem már jó néhány éve így van, és ezt az újbudaiak is nagyon jól tudják, hiszen Újbuda díszpolgára is vagy, hogyha jól csalódom. Igen. És tulajdonképpen ez, hogy 35. évadját kezdi el a Karinti Színház, erre sok minden más színház is büszke lehetne, de nincs olyan sok színház, Buda első magánszínháza és kőszínháza. Hát biztos voltak nehezebb évek, könnyebb évek, de a 35 ugyan nem kerek, de én azt hiszem, hogy legalább annyira érdemes ünnepelni, mint hogyha 20 lenne vagy 50. Hát hogyne, hát Dante az ember élet útjának felén, 35 évesen jutott egy nagy sötétlő erdőbe, mert az igaz utat nem lelé. Igen. És hát a színházakért esetében a 35 év duplán számít, mint a katonaság. Tehát szerintem ez egy nagyon öreg színház ilyen szempontból, és ez egy óriási dolog, hogy ez van és létezik. És a 35 évben ugye minden belefért, tehát nagyon izgalmas, zegzugos utat járt végig, és az, hogy ez van, ez szerintem egy fél évszázadnak felel meg. Ugye? Egyébként a színigazgató ősöm Bőti László tekintem, akinek szintén volt magánszínháza, de mint magánszínház 27 év volt a legtöbb, amit Igen. csinált, tehát már túlszárnyalta. Túlszárnyaltátok. A másik dolog, hogy, és a nézőket emlékeztetem elsősorban, hogy a múltkori nagykörút adásában egy nagyon szép összeállítást láthattak a megújult Hadik kávéházról. Itt volt a kávéház ügyvezetője, akit nyilvánvalóan nagyon jól ismersz. Igen, és régi képeket is mutattunk, a mostanit is, hogy milyen lett, és természetesen Karinti neve szóba került, nem csak Mártoné Ferencé, hanem természetesen Karinti Frigyesé is, és ezt azért hozom szóba, mert jelenleg a Hadik kávéházban, hát nyilván láttad, van egy hagyományos rész, a felső rész, ami emlékeztet a régire, az alsó rész pedig a Szatyor Bál és Galéria, és épp arról beszéltük meg, hogy Szatyor egyáltalán Szatyor, de hát ezt a nevet Karinti Frigyes adta neki, ugye? Ez természetes. Én úgy érzem, hogy szellemileg a Hadikba is születtem, noha késtem 11 évvel, de teljesen testhez álló, olyannyira, hogy a Karinti Színháznak van is egy törzsasztal a Hadikba, mert nagy az együttműködésünk. Ugye Újbuda sétáló főutcáját tervezik ugye a Bartók Béla útra, és ennek a két végpontja ugye a Hadik és a Karinti Színház. Hát csak sajnos az már nem megy, ami annak idején volt, hogy Karinti Frigyes meg akarta mérni a vicc terjedési sebességét, és akkor elmondott egy viccet a Hadikban, aztán átment az onnan nem messze lévő másik kávéházba, és ott már neki mesélték a viccet. Úgyhogy elég gyorsan terjedt a pesti De vicc annak nem, azért idején. Nem megy, mert nem tudna átjutni, hanem mert se vicc nincs, se pesti kávéház nincs, illetve hát most remélhetőleg a Hadik az lesz. Azért most az utóbbi években már nyílnak kávéházak, csak hát más az életforma, szóval nincs az, hogy oda megyünk reggelizni, mint mondjuk a Délvidéken vagy Olaszországban, de azért a Hadik az ahogy legalábbis bemutattuk a nézőknek is, őrzi szépen a hagyományokat. Igen, és mi ott szoktuk tartani az olvasópróbáinkat, tehát nagyon jó a kapcsolat, és hát úgy gondolom, hogy a Budán megint valami kezd visszatérni ebből a régi polgári mentalitásból. Ugye ezért is van Budának színháza, kávéháza, Igen. rengeteg műterme, tehát úgyhogy valami felé azért megyünk, ami jó. Na most mielőtt még az évadról beszélnénk, azért egy picit beszéljünk arról is, hogy most nagyon sok díjad van, Kossuth díj például, de úgy tudom, hogy a legutóbbi az a Vámos László díj. És ez idei. Ez tulajdonképpen milyen? Hát Vámos tulajdonképpen tudjuk, ki volt. Természetesen a Kossuth díj, meg a díszpolgár, meg ezek nagyon nagy dolgok, de azért nagyon örülök ennek, mert ez par excellence szakmai díj. Ezt a szakma adta, ez rendezői díj. Igen. Tehát kimondottan az alapszakmámnak szól. Vámos Lászlót én magam is mesteremnek tekintem. Én nagyon sok, bár nem volt tanárom a főiskolán, de nagyon sokszor voltam asszisztens mellette Szegedi Szabadtértől az Operett Színházig, Madách Színházban.
és nagyon nagy megtiszteltetés, hogy az ő nevét viselő díjat, mint rendező megkaphattam. Ezt egyébként Sota Irén, a nagy pályatársnak és mesterének, Vámos Lászlónak az emlékére alapította annó. Hát a másik, amit az előbb akartam kérdezni, hogy ha már azt mondtad, hogy 11 évvel elkésted a dolgot, de annak idején, amikor te végeztél a főiskolán, akkor utána hát azért elég hamar jöttek a rendezések, és megnéztem nagyon sok film, tévé, színház, minden, de ott az elsők között, vagy az első kettő-három az GB show volt. Meg aztán a tévében is bemutatták a címére. Az egyikre emlékszem, hogy a Sors embere, a másikra arra már nem annyira. De utána valahogy show eltűnt, vagy legalábbis nem lehet felfedezni se a Karinthy Színház repertoárján, se a többi rendezésedben. No, show, ami show. Hát show, ami show, igen. Egyrészt az egyik a Szent Johanna volt, ugye az a vizsgán volt Szolnokban, és a Sors ember az meg Napóleonról szólt, és Stankai Pistát vendégként hívta meg, hát óriási dolog volt akkor. Hát ő alkatilag is alkatilag is Napóleon. És de volt show azóta is, de a Karinthy Színházban bemutattuk a Tanner John házasságát. Tényleg. És az angol mániám az megmaradt, hiszen most is például egy angol darab bemutatójára készülünk, de a showt nem felejtettem el, ott van a repertoárban, és fogok még játszani. Nagyon szeretem a szerzőt, a szellemességét, a humorát, az önironiáját és az angolságát nagyon szeretem. Az angolságát nem felejtem el, mikor tényleg nem pályakezdőkkel beszélgetünk, és akkor főleg színésznőkről van szó, aki általában azt mondják, igen, meg a ránc, meg hogy bele fogok nőni a nagymama szerepbe, hasonló, stb. És akkor mindig elmondom, hogy mit mondott GB Show, öregedni szabad, csak meg öregedni nem. Így van, szóval és hát most, volt. Mikor a kitüntetések visszaadása is ugye gyakori, igen. Ő mondta ugye, hogy kitüntetést nem lehet visszaadni, úgy kell élni, hogy ne kapjon az ember. Ez nagyon jó. Na, szóval akkor beszéljünk tényleg az évadról, mert annyi minden, és olyan sokrétű a Karinthy Színház, hogy itt most nem sorolom én fel a műfajokat, a darabokat, meg mindent. Tanner John házassága tényleg annak idején Gábor Miklós játszotta, hogyha úgy emlékszem, még iskolában. Nálam meg Pindrok Csaba. Pindrok Csaba. Na, szóval, de zárójel volt csak. Szóval ez, hogy 35. évad, ez, ahogy az előbb megbeszéltük, mindenféleképpen nagyszerű, és tulajdonképpen ez nem szajré, hanem egy nagyon komoly feladat. Igen. De hát nem beszélek tovább rébuszokban. Hát szajri a következő bemutatónk, épp most zajlik a házi főpróba, holnap nyilvános, pénteken bemutató, már 23-án. Mire adásba kerül? Mire adásba kerül, addigra már tudjuk, hogy mit szólt hozzá a közönség. Ez egy nagyon vásolt és szemtelen darab, a 60-as években íródott, minden tabut feldönt. Ezt olyan gonosz szerzők írták, akik mindent elkövetnek, amit színpadon nem szabad. Tehát Hullától kezdve az angol humor kifigurázásáig mindent. És hát akkor ez óriási vihart kavart. Ma már ez megszelídült, de a humora, a szellemessége és a tabu döngetése megmaradt. Nagyon jó szerepfosztásban játszunk egyébként Hajdusztó, Cév, Dobó Kata, Dunai Tamás főszereplésével, Böhm György rendezi. Úgyhogy azt hiszem, hogy méltó évadnyitás. De úgy évadnyitás, hogy már egy bemutatónk egy hete volt, az pedig egy Rozsda Lovag és Fránya Frida a Boszorkány mese musical Bozsik Ivet rendezésében. Tehát elég izgalmas az évadunk, és akkor én még nem is rendeztem. Hát még nem. Na most visszatérve a szajréra is mondtad a szereposztás, zenés darab, vagy pedig van benne valami zene? Nem. Ez abszolút... Dunai Tamásról jutott eszembe, hogy nem, hát, hogyha fúj valami klarinétot. Nem, ő csak dudás, benne. Ezúttal, de ez egy prózai darab, nagyon erős zenei effektusokkal, de a lényege az egésznek az, hogy a Agatha Christie-be volt ott Tarantino, úgy mondhatnám. Hú, tehát minden van benne. Ami vér is folyik. Vér is folyik, hát és egyáltalán a horror, a borzalmak háza, ugyanakkor az angol humor, a csípőből való válaszadás, szóval nagyon szellemes darab, és tulajdonképpen egy kriminek a paródiája is egyben. Igen. Tehát azért úgy érzem, hogy izgalmas, egy újfajta műfaj, amit Karinthy Színházban még nem láttam. Ha most a Rozsda Lovag és a Fránya Frida, hogyha már említetted, én a színlapot láttam, és ezt azért hozom szóba, mert tényleg akárhány éves az a közönség, már úgy értem, hogy a tagok, akik beülnek, mindenkinek tudtak nyújtani. Azt olvastam a színlapon, hogy 5 éves kortól ajánlott. Az nem volt rajta, hogy hány éves korig. Hát 5 éves kortól a plusz-minusz végtelen, de általában az 5 éves gyereket felnőtt hozza. Tehát úgy gondoltuk, családi. Hogy azt nem is kell. De én azt úgy vettem észre, hogy már volt 3 előadás, hogy a felnőttek ugyanúgy élvezik, mert olyan fordulatos, olyan látványos, olyan színes,
olyan szellemes az egész látványvilága, hogy, és hát táncolók, ugye Bozsi Kivett tánctársulata, de egyben prózáznak is, énekelnek, élő zenekar van, ami, ami gyerekeadáson nem szokott előfordulni, tehát apai, anyai bele van adva. Úgyhogy szerintem most megcéloztuk a legkisebbeket, hogy 10 év múlva ők már állandó nézőink legyenek. Így van, és ez nagyon jó, mert valahogy így lehet őket elkapni és megszoktatni velük a színházat. Na, beszéljünk egy kicsit a családi darabokról is, hogy úgy mondjam, és akkor azt mondom, hogy Gellért-hegyi álmok. A Gellért-hegyi álmok az egy nagyon érdekes dolog, hiszen apám kapcsán visszatérő előadásunk. Most például egy alternatív előadásba fog bemutatódni, hiszen befogadtunk tavaly egy alternatív együttest, a Komód Színházat, ami stúdiónk, ahol 30 néző fér be mindössze, tehát bátran lehet kísérletezni. Komód? Komód ez a nevük, mert hogy akkorák, mint egy komód. Egyébként azt hiszem a Nemes Nagy Ágnes lakásában dolgoztak korábban, csak onnan el kellett menniük, és én befogadtam a őket. A lakásszínházban most egy összkomfortos. Így van, igen. És nagyon érdekes, mert ők is színesítik a repertoárt. Sok fiatal jön az előadásra, akik aztán reményem szerint a nagy színházban is aztán látogatnak. Már ugye egy éve játsszák Benedek Albert Degeneráció című darabját, nagy sikerrel, az is egy ilyen abszurd. És hát most a Gellért-hegyiek, és lesz egy Túróczi Katalin darab, Pandora szerencéje, szintén egy ilyen magyar horror, úgyhogy kísérletezünk, kérem, fönn a stúdióban, nem a nagy színházban, de én úgy veszem észre, hogy oda szoktak fiatalok, és ez is egy szándék. Az előbb, amikor én említettem, hogy ugye 35 év, voltak könnyebb és nehezebb évek, hogyan látod a mostani színházi világot? Szándékosan nem a filmre kérdezek, mert az majd a műsor másik részében előfordul, hanem tényleg hogyan látod mondjuk az 5 vagy a 10 évvel ezelőtti helyzethez hasonlítva? Én a magyar színházat és a magyar művészeket, színészeket óriási nagyra tartom, óriási nagy tehetség, rengeteg fiatal, teljesen felkészült profi ember csinálja a magyar színházat, és ugyanezt elmondható a magyar közönségről is, nagyon tehetséges, és nagyon jó, hogy megőrizte azt az igényét, hogy rendszeresen színházba jár. Ami a színházat megosztó... És a színház csinálást, amire gondolok, igen, megosztó. Hát, megosztó árkót, ami az egész társadalmat körül bástyázza, vagy keresztül vágja, az ott is megtalálható, hát arról nagyon lesújtó a véleményem, mint ahogy arról is, ami ez az örökös megosztottság, hogy úgynevezett művész színház is van, ugye a kommersz színház, ezt én úgy utálom, ezt valakik elkezdték 40 éves óta, nem tudunk ebből kinőni. Már bocsáss meg, de a művész film és a kommersz film, azt is utálom, hát jó film, a Tarantino az művész film is, és kommersz film is, hát szóval nem tudom, a jó szerzők, hogy Fellininél közönségbarátabb film kevés van, és a legmagasabb művészet, szóval ezt én úgy utálom, az rendező ne üzengessen állandóan, a színház, én mindig elmondom, és ezért egy kicsit néha furcsán is nézek rám, hogy én a korszerűtlen színházat szeretem, tehát a régi polgári függönyös színházat, ahol fölmegy a függöny, és ott történnek a dolgok, és megtörténnek embereken keresztül, és a rendező nem akar állandóan jelen lenni, hanem a színészek játékában van jelen, az egésznek a hangulatában. Én ezt büszkén vállalom, most már szinte egyedül vagyok, hiszen most a rendező színház dívik, mindenkinek állandóan porondon kell teremteni, és üzenni az közösségnek. Én ezt nem nagyon szeretem. Én nagyon szeretem azt a régi színházi család, amit gyerekkoromban, a Tenner John házasát említettem, tehát én ott ültem a Madár színházba ezeken, és én nagyon-nagyon élveztem, és abból szívtam föl azt a színház eszményt, amit ma is csinálok. Nagyon sok fiatal kollégával és színházat szerető fiatal, nem csak kollégákkal, hanem egyáltalán a publikumnak ezzel a részével szoktam találkozni, beszélgetni, és érdekes módon a fiatalok már megunták azt, erőt ott eszembe, hogy mondtad, hogy a rendező mindent, meg mindent átírni, meg átértelmezni, meg mit üzennek a maiaknak, a mának. Kit érdekel a rendező, igen, és a J.B. Show érdekel. És a fiatalok azt mondták el nagyon sokszor, voltam egy ilyen beszélgetésen, ilyen közönség találkozó, vagy mi volt, és azt mondták, hogy igenis, mi nem abban nőttünk bele, hogy kosztümös film, kosztümös színház, hagyományos színház, hanem amit említettél, hanem abban nőttünk bele, hogy például az opera, a klasszikus opera úgy jelent meg, akár valamilyen tévé vagy bármilyen feldolgozásban, hogy sötét ruhában és aktatáskával jöttek be a szereplők, és mondtak még néhány példát. Lohengrin például, hattyús aktatáskában, emlékszem. Na és akkor hát, de nem említek meg, nem akarom én most a többi színházat itt előhozni, de tényleg ezek
ahogy mondja, modern kedő előadások, ezek valahogy már a fiatalok sem. Hát akkor vissza kell térni az ősforráshoz, az igazi színházhoz, ahol az néző azért megy, hogy csodát kapjon, hogy figyelhesse a történetet, és ne állandóan kódokat kell megfejteni. Egyébként hozzá kell, hogy tegyem, hogy én nem vagyok azért ilyen vaskalapos, hiszen a Mezzo TV-n én látok nagyszerű modern operaadásokat, ja. A Così fan tuttit mai ruhában tökéletes el tudom képzelni, ha hiteles és mai, igen, fiatalokról szól. Csak a minden áron való modernkedés, azt viszont utálom, hogy minden darab most már mai öltönybe játszódik, és ugyanazokkal a gesztusokkal, és mobiltelefonnal, és, igen, diplomata táskával. Unom, egyszerűen unalmas. Hát sokszínű legyen ilyen is, olyan is, amolyan is. Csak az a lényeg, hogy engem megérintsen. Igen, hát azért arra kíváncsi lennék, hogy mondjuk egy Boccaccio feldolgozást hogy lehet megcsinálni sötétkék ruhában, de hát ez egy más dolog. Meg lehet azt is. Mindet lehet, persze. És hát úgy kezdődik természetesen, hogy Zeus üzen be mobiltelefonon, ugye? Hát. Na rögtön megvan az alapkoncepció. Még így végezetül a 35. évadról, mert ugye említettük a Szajrét, meg amit még mondtál. Gőzben azért ülünk még ott. Mi minden várható még ebben a szezonban? Hát most aztán ma én jövök, ugye rajtam a világ szeme. Mert mondtad, hogy még nem rendeztél. Ja, túl vagyunk a Szajré bemutatóan, akkor rögtön én kezdek próbálni, méghozzá megint szokásomhoz híven egy régi magyar vígjátékot vettem elő, amit nagyon jónak tartok. Fedeztél föl, mert azt szoktad, hogy megtalálod valahol. Azt szoktam, és most is ezt tettem, megint Aszlányihoz nyúltam vissza, nekem alapszerző. Aszlányi Károlyról szó. Akinek ő amerikai komédia, és a 7 pofon című darabját már játszottuk. De ketten most, Párizs ellen? Az is, de azt nem játszottuk. Jó, csak kérdezem. De most felfedeztem egy Péter című darabját, ami aktuálisabb, mint valaha, mert szélhámos komédia, Panamáról szól, óriási nagy mafiáról, családi vállalkozásról, szerelemről, érzésekről. Mai. Nagyon-nagyon mai darab, és Péter az a címe, ami sokértelmű, egy átöltözéses darab, egy szélhámos történet, és nagyon jó szerepekkel. Hát nagyon erős a szereposztásom is, úgyhogy ez október 28-án lesz. Direktor úr, nagyon szépen köszönöm, és a nézők nevében is további sok sikert kívánok.